Szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon köszönöm a bevezetőt, és most mondjuk el az Om Nám mantrát 7-szer. Büdös Isten faszát akartok már megint, köcsög gecik. Ugye milyen nehéz egy ilyen felvetésre együttérzően válaszolni? Ha egy picit közel megyünk egy ilyenhez, akkor látjuk, hogy eleve alapból feltételez, minősít, lezár szinte minden határt, ellehetetlenít minden kommunikációt, és csakis az énségét növeli azzal, hogy ronda, harsány, erőszakos, és úgy tűnik, hogy erre van szükségünk sokszor. Hogyha egy filmben az első 10 másodpercben nem hal meg legalább 5 ember, ugye, akkor azt már nem veszük komolyan. És ez egy kicsit sajnálatos néha. Ez a harsányság az, amivel ezt próbáljuk pótolni. Hogy legalább egy pillanatra térjünk vissza ahhoz a kezdő ürességhez, amit egyébként a harsánysággal pótolni szeretnénk, de már rég elvesztettük. De miért akarunk ennyire harsányak lenni? Miért ordít annyira egy kisgyerek, amikor éhes, egy kisbaba? Mit akar? Miért akar ütközni? Ugye, amikor megszületik, addig szépen úgy védi minden felőről a szépen az anya, ami aztán kijön, és keresi az ütközési pontokat, mert egyszerűen nem érzi magát komfortosan, hogyha valahonnan nem ütközik ellenállásba. És így kezdi építeni az énségét, amire szüksége van, hogy ellenállásba ütközzön, mert ha nem ütközik ellenállásba, akkor egyszerűen nem érzi azt, hogy létezik. Nem érzi azt, hogy ő számít. Nem érezzük azt mi sem, hogy vagyunk valakik, hogyha valahogy nem kerülünk kölcsönhatásba a környezettel. Ugye ennek van egy olyan határa, ami itt van a bőrömnél. Van egy olyan határa, ami ott van, ameddig a hangom eljut. Van egy olyan határa, ameddig a szem ellát. És ahogy ezt a határt próbáljuk folyamatosan terjeszteni, hogy az elején inkább felállítanánk, mert biztonságot adnak ezek a határok. Ezeket inkább bekeményítenénk, viszont minél limitáltabb ez a határ, annál kisebb helyen tudunk mozogni, és annál kevésbé tudunk majd ezeken a határokon belül új dolgokat tanulni. És ha beleragadunk egy ilyen kis erőszakos dualitásba, akkor attól mindenki szenved.
Ezért mondják a bölcsek, hogy gyerekeknek azt kéne először megtanítani, hogy én és az univerzum egyek vagyunk. Ugye, ahogy elmondta Robert a bevezetőben, egy picike talicska földet én kiviszek a földre. Egy másik ember az beforgatja, egy harmadik ember megöntözi, egy negyedik elveti bele a magot, és két év múlva lehet, hogy én fogom megenni azt a zöldséget, ami ott termett. De hogyha valami egyebet csinálok, azt is valószínűleg két év múlva én fogom megenni. És ezeket így nem lehet lebontani, és nem lehet pillanatról pillanatra az egész okozati láncot megnézni, viszont pillanatról pillanatra tisztán lehet tartani a tudatot. Meg lehet tartani azt a teret, ugye van a tér, van a hely. Van a helyes cselekvés, helyes teremtés. Melyiket választjuk? Ugye amikor idejövünk, mindenkinek valamiféle dráma megjelenik a személyes terében, és egyszerre megjelenik egy dráma a közösségi terében is. És nagyon jó az, hogy csendben töltjük ezeket a pillanatokat, mert ha itt most összeütközne egy vérengző katona karmája és szerepe, egy ledér, börtönőr szerepével rengeteg mindent átélünk is, és ha ezek összeütköznének, akkor egyszerűen oda kerülnénk, mint amivel kezdtem a beszédet, nem ismételem meg még egyszer, de ellehetetlenítené egyszerűen az életet is, és legtöbbször így lehetetlenítjük el az életet, hogy ezt a személyes drámát, ezt a személyes dualitást, ezt szépen kivetítjük, és szép keményen oda dörgöljük a többiek elé, és azt mondjuk, hogy ez én vagyok. Ez még segítenek is sokszor, hogy állj ki magadért, harcolj a jogaidért, harcolj a békéért, harcolj. Harcolj a nőiségedért, harcolj a férfiasságodért. És nem veszük észre, hogy egyszerűen katyvasz van, mert a harc, például az, hogy harcoljunk a békéért, hát ez eleve érezzük, hogy ez nem. De mikor a nők harcolnak, hogy a nők, hogy harcoljunk a nőiességünkért, hát amikor harcolunk, ugye az már nem feminin. Most lehet, hogy ezért most rám dobálnak egy csomó követ, agyban vagy gondolatban. Ha meglátják, ez egyszerűen a nőiség, ugye az inkább a befogadó lágy, és ugyanan erős, a férfi az meg az aktívabb, az intrúzívabb, a hódítóbb. A női az meg az ölelőbb, a befogadóbb, és mind a kettőre ugyanaz szükség van, és folyamatosan összetévesztjük ezt a kettőt. És akkor kezdünk el harcolni a békéért, és teljesen összekacsvaszoljuk a fogalmakat, összecseréljük a fogalmakat a valósággal, az érzelmeinket a valósággal, és eszerint cselekszünk, és akkor előbb-utóbb egyszer csak itt kötünk ki, hogy szükségünk van egy olyan helyre, ahol ezeket ilyen belső tűzijátékként szépen elégethetjük, és rájöttünk, hogy a padló barna, az ég kék, a forma valóban üresség, az üresség valóban forma. És ha éhesek vagyunk, akkor eszünk, ha szomjasak vagyunk, iszunk. És lehetőségünk van arra, hogy egyszerre ne vegyük figyelembe a másik karmáját, ugyanakkor ne is nézzünk rajta át. Ez a másik, amit sokszor összetévesztünk, hogy az együttérzést összetévetjük az érzelgőséggel, és az erét pedig az erőszakossággal. Az eré sokszor lehet ugyanan együttérző, sőt, az az együttérző, ha eré van valamiben, és nem az, hogy akkor ölelünk, amikor éppen akár ütni kéne. Nem bátorítani szeretnék senkit. Csak hogy éppen ebben a pillanatban, ha visszatérünk, most tisztán látunk, tisztán hallunk, együttműködünk, és akkor szépen valahogy mindig ide kerül az étel középre, valahogy mindig körbehordjuk az ételt, valahogy mindig sikerül mindent elintézni együtt.
egyszer kéne kipróbálni, hogy mindazt, amit itt mi véghez viszünk, 10-en, 20-an, 40-en, néha akár többen is, hogyha egy ember csinálná így, akkor így milyen gyorsan fulladna bele az egészbe. És ezt érdemes általában is az életben, hogy nem mi vagyunk a világ közepe, de az a picike közép, ami itt van, a mi világunkban, azért mi vagyunk felelősek, és az, hogy belül mi hogyan válaszolunk a világra, azért is mi vagyunk a felelősek. És ebből a sok kis dologból bizony tud nagy dolog létrejönni, de megint csak azt mondanám, hogy ne hozzunk létre jót és rosszat, nagyot és kicsit, csak menjünk azon a pár méteren, amit a gyakorlat fényével bevilágítunk, és az irányt lássuk, a jó irányt. Ezt kívánom mindenkinek, és most, hogyha vannak kérdések ezzel, vagy bármi mással kapcsolatban, akkor szívesen fogadom őket. Mi is a pontos különbség a mondjuk a nihilizmus között, ami szintén ugye üresség, és a között a üresség között, amit mi gyakorlunk, és tulajdonképpen ami a célja a gyakorlatnak. A nihilizmus az inkább egy kirekesztés, az elutasítás. Az üresség maga a sunyatá, az is egy félrefordítás, mert nagyon szeretünk mi nyugaton itt dualitásokban gondolkozni, és azt gondoljuk, hogy ha valami nem teli, akkor üres. De talán erre a válasz az az, hogy a teresség, ami tele van lehetőséggel, de éppen ezért, mert tele van lehetőséggel, még teremtetlen, tehát még üres. A nihil az pedig a teljes elutasítása mindennek, az elhidegülése, az együttérzés teljes hiánya, és alkalmasint ez egy borzasztó implózív, depresszív és nem produktív állapothoz vezet, nem egy, nem két filozófust és irodalmárt ért utol nyugaton ez, és nem véletlen ez azért, mert a művészet volt mindig is az, ami ugye ezt az egyébként nyugaton egy externalizáltabb képet, tehát externalizáltabb istenképet, ahol a felelősséget is kitesszük valahova a térbe, magunkon kívül, ezt egy belső szabadsággal nem tudták párosítani. És azért a művészek keresték mindig nyugaton ezt a belső szabadságot, és ezt a személyes felelősséget, ezért általában dekadens lett a nyugati művészet. Tehát ha körülnézzünk, akkor ezt Magyarország, csak a költőkre kell nézni, ugye. Általában kevés olyan költőt találunk, akiknek mondjuk az életmódja példaszerű lenne. És akkor hol van az egyensúly, hol van a hitelesség, hol van a teresség. Tehát kénytelenek voltak így reagálni azért, mert nem volt egy olyan belső praxis, befele tekintő praxis, ami ugyan akárcsak az ezt lehetővé teszi, hogy a helyes életvitel, helyes elmélyülés. Kénytelenek voltak helytelenül elmélyülni, mert az embernek ez alapvető igénye, hogy ezt a belső teremtést, ezt a szabadságot valahogy megtapasztalja. És a nihilizmus ezt is elutasítja. A sunyatá az viszont, tehát amikor ki kell üríteni a teret, akkor inkább helyet kell adni valaminek, hogy a teremtésnek, ugye a teremtésben is benne van, hogy tér. Teremtés. Ez lehet a különböző. A nihilizmus az egy nagyon dualisztikus és agresszív, fogalmi, intruzív hozzáállás, míg az üresség az inkább ez a befogadó, ez a megengedő, és semmiféleképpen nem elutasító magatartás. Köszönöm. Több dharma beszédben elhangzott már, vagy kérdésre adott válaszban, nem emlékszem, hogy ugye ne akarj, ne ítélj, ne ellenőrizz, stb., de nem igazán volt, meg nem tudtam ezt úgy hova tenni, és
tegnap rajta kaptam magamat az egyik mantrázásunk éneklés szertartás közben, hogy ellenőriztem, mert volt egy hiba, és azt rögtön így rácuppantam, és akkor nem volt gond, tehát nyilván ment tovább az ének, de hogy lehet ezt csinálni, hogy ne ellenőrizzen az ember, vagy az nem gond, ha észreveszem, csak így, tehát hogy mi az, hogy ne ellenőrizz, ezt hogy tudnád nekem kitisztítani? Ha folyamatosan ellenőrizgetsz, akkor beleragadsz az ellenőrzésbe és minősítgetésbe. Hogyha folyamatosan ellenőrzöd az, hogy ne ellenőrizd, akkor is beleragadsz. Tehát egy nagyon rókafogta csuka a dolog. Ezért van az, hogy az ember nagyon tiszta az, hogy mit kell csinálni. És ahhoz, hogyha vissza tudsz térni, akkor megvan oldva a probléma, illetve megoldható. És nem azért térsz vissza, hogy akkor most ez legyen, meg ez legyen, meg ez legyen, hanem egyszerűen azért térsz vissza, mert azt legalább tudod. Ez olyan, mint a korlát a gyerekeknek, amikor kezdenek úszni, és akkor belekapaszkodnak valamiben. Az legalább biztos. És az, hogy utána, mellette milyen tudati, stb. Izomzat, vagy mi alakul ki, és hogy azt mire használod, az már egy másik dolog, de ezt sem lehet bekategorizálni. Viszont, hogyha létrehozol valamiféle nagyon konkrét dolgot, hogy én most azért meditálok, hogy mit tudom én, nyerjek ennyi meg ennyi pénzt, lehet, hogy bekövetkezik, de akkor mi van? Tehát mindig azt nézzük, hogyha egy ilyen véges, vágyszerű, vagy akár félelemszerű dologba tesszük bele az energiát, akkor annak olyan lesz a hozadéka is. És ezért inkább a nem tudóba tesszük bele, és visszatápláljuk ugyanúgy a nem tudóba, persze folyamatosan közben meg működni kell, de talán tisztában lehet működni. Kevesebb lesz a zaj benne, hogyha ezek az ellenőrzők is dolgok megszűnnek. És akkor tudnak megszűnni, hogyha folyamatosan vissza térünk az eredeti gyakorlathoz. Úgy is mondhatnák, hogy a gyakorlat hálóját ugye egyre szűkebbre, finomabbra szőjük. És akkor egyre finomabb dolgok mennek át rajta. Beszéltél arról, hogy harcolunk valamiért, vagy valami ellen, és ezt én is gyakran észreveszem magamban, hogy nem küzdök mondjuk a felébredésért, hanem belső harcot vívok, hogy ebben tudnál segíteni, hogy ez az egészséges vagy helyes küzdelem, ez hogy lehet ilyen harc és ragaszkodás mentes. Ez most küzdelem volt, vagy nem volt küzdelem? Nem. Tartsuk meg azt az állapotot, amikor nem válik még ketté a gondolat, az érzelem. Tehát, hogyha egyé válunk, akkor nincs mivel harcolni. Hogyha észrevesszük, hogy az egész földgolyónak az atmoszférája és a mi tüdőnk folyamatos interakcióban van, az már egy lépés ahhoz, hogy ne harcoljunk, hanem inkább együttműködjünk. És helyesen működjünk együtt. És akkor tudunk helyesen együttműködni, hogyha ezt a belső teret annyira kitisztítjuk, hogy térré váljon. A teret ugye nem lehet megütni. Tehát, hogyha kevés a zaj, kevés az elakadás, kevés az olyan megkövesedett nézet, hiedelem, vágy, stb. Átlátatlan karma, akkor nem kell küzdeni. Hogyha ez a karma átlátva vagy átláthatatlanul is óhatatlanul belesodor valamibe, akkor nézzünk rá, ne azonosuljunk vele, amit kell, azt tegyük meg, de amit nem kell, azt ne tegyük meg, csak azért, hogy küzdjünk. Tehát ne azonosuljunk azzal, hogy ez az egész egy ilyen, vagy egész egy olyan. Sung Sanzen Mester azt mondja, hogy ne hozz létre jót és rosszat. És hogy nem hozol létre, hogyha ezt a pillanatot megtartod.
visszatérsz a gondolkodás elé, és pillanatról pillanatra cselekszel. Nem az szerint, amit te már felhalmoztál, mint tudás, felhalmoztál, mint tapasztalat, felhalmoztál, mint test, hanem így, hogy már felhalmoztad, vegyük úgy ezt a testet, meg az egész tudásanyagot, mint egyfajta ilyen állványzat, ami kell ahhoz, hogy a házat felépítsd, de miután a házat felépítetted, az állványzatot már le kell bontani, mert csak akadály, ronda, és egyébként sem hasznos. De sokszor ragaszkodunk. Felépült a ház, és még mindig az állványon éldegélnénk. Holott az állvány, ugye a forma szükséges ahhoz, szükséges, hogy ezt a testet megismerjük valamennyire, a működését megismerjük, de utána ezt meg kell haladni. És akkor lehet meghaladni, hogyha ezeket az állványokat, ezeket a biztonsági dolgokat egy idő után szépen letesszük, és elkezdjük használni. És akkor tudjuk jól használni, hogyha átlátjuk. Eljövök ide, harmadik alkalom, hogy elvonuláson vagyok, és mindig kevesebb leszek, amikor hazamegyek, hogy elmegyek innen. Tehát rengeteg önképpel, rengeteg azonosulással, félelemmel, hiedelemmel kevesebb leszek. Tehát, hogy nem viszek haza az elvonulásról semmit, kivéve azt, hogy kevesebb vagyok. Miből gondolod azt, hogy te, mikor innen visszamész, akkor kevesebb leszel? Sokkal jobban érzem magam. És ez kevesebb vagy több? Ilyen kérdésre ilyen választ kellett adni, köszönöm. Essünk bele abba a hibába, hogy elkezdünk ilyen meta rétegeket ráhúzni a kérdések, hogy ezzel se azonosul, ne azonosul, ne azonosul, ne azonosul, ne azonosul, ne azonosul, és azon veszük észre magad, és ez nem azt, nem, ne ezt őrizd meg, hanem ezt. Tehát minden, amitől beszélünk, ez metafora, érzékeltetés, hogy ne az élet vágjon fejbe lehetőleg, hanem én vágjak a padlóra. Minden, amit beszélünk, az valamiféle jelkép. Minden, amit használunk, az valamennyire hamis. És ezek mögött, a hamisságok mögött, aminek a hamisságok hamisságának a gyűjteménye, az a szívszutra. Annak a szíve. Egyszerre az igazság szíve és a hamisság szíve. Tényleg nem lehet megunni a szívszutrát nézni, hogy a forma valóban üresség, az üresség valóban forma. Csak ezzel a két szóval így szépen el lehet tölteni életeket. Ezzel a dualitással. Nem agyalni kell rajta, hanem meghaladni. Minden azért van, hogy segítsen ezek a mankok, ezek a fogalmak. Most pont az üresség, vagy pont a könnyűség akad be, de mindannyian egy pillanatban mindig van, hogy érezzük, hogy valami elcsíptünk, és olyankor csinálunk így, hogy még ennyit sem magyarázkodjunk, ha lehet, de már is megmagyaráztam, már is a saját fejemet kéne kopolnom, és hogyha ebbe belemegyek ebbe a játékba, akkor akár meg is tudok őrülni, de nem megyek bele. De te sem menj bele. Csak pillanatról pillanatra lásd tisztán, hajd tisztán. Mit hiszel innen, vagy mit, az hónap lesz. Most itt ülsz, beszélgetünk. Elég ennyi. Köszönöm. Hogyan ne használjam a zent, hogy elviseljem, amit nem kell elviselni. És vagy igazából akkor abban a pillanatban nem úgy érzem, hogy én ezt most elviseltem, hanem így nem érintett. Tehát nem akad belém az a mondat, az a gesztus, az a tekintet, és emellé még jön egy olyan vélemény a környezetemből, egy hozzám nagyon közel álló személy. Anita, nehogy túlzásba vidd a zent. Ha reagálsz, reagálsz, ha nem reagálsz, nem reagálsz,
don't check, ugye ne ellenőrizgesd, megint az. Okay. Azt meg, hogy a kívül, körülötted lévőknek mi a véleménye a zenről, az meg különösképpen, majd hogyha a gyümölcsét érzik, akkor érzik, ha nem, akkor nem. Az szerint sem valószínű, hogy hát azért érdemes odafigyelni, azért ne burkolózzunk el. A másik meg őt mondta, hogy odakin a világ. Mi az, hogy odakin? Hát ott, ahol nincs ilyen rend és együttműködés, amit ahol Robert nem esik is az említett. Eső, nem süt a nap, ahol nem fúj a szél, ahol nem vércsörged ez az emberek ereiben. Ne válasszuk szét a zent és a nem zent. Okay. A zen alapvetően egyéválást is jelent. Tehát a külső, azért ülünk, azért gyakorlunk nyitott szemmel, hogy még egy pillanatra sem, még csak ilyen szinten se gondoljuk azt egy pillanatra se, hogy ez a kinti és a benti, ez különbözik, hogy esetleg, hogyha elmenekünk, begyújtjuk a szemünket, és akkor valamit nem látunk, akkor mi most el tudunk az egész világ elől menekülni. Nem. Begyújtjuk a szemünket, jön egy autó is előtt. Hazúton vagyunk. Van, amikor jó, ha becsukjuk, van, amikor nem jó. Ezt vegyük észre, harmóniában a környezettel. És ezt a kényszert pedig, hogy megint abszolút szabályokat, abszolút értéketet és általános törvényeket akarjunk hozni olyan szituációkra, amik még meg sem történtek. Hát erre mondjuk olvassuk el a Üs vagy Fuss könyv kiadványunkban a Rák és Mász című mesét. Mi? Amikor Rák és Mász. Amikor a magyar népmeséknek ugye van egy ilyen vonatkozás, hogy nagyon hasonlóak, mint a zen tanító mesék, amikor azon vitatkoznak, hogy ez most akkor rák, vagy akkor ez most mász. És erről az egész falu összevész. Emiatt. Megvan a könyv, de még nem nyitottam ki. Na, itt az ideje. Nem támaszkodom az írásokra. Viszont túl sok videót néztél, arra se támaszkodj. Jó. Köszönöm. Az merült fel, hogy mikor gondolkodunk, teszünk, cselekszünk, akkor a negatív gondolatok, tettek, szavak. Én úgy érzem, hogy hamarabb megnyilvánulnak. Tudnál ebben segíteni, hogy ezt átalakíthassam? Mit? Hogyan ezt valóban így gondolom, hogy a negatív tettek, azok hamarabb megnyilvánulnak. Ezt nem értem. Tehát, ha jól cselekszünk, jó a szándék, akkor nekem az a tapasztalatom, hogy gyakran nem jelenik meg. Nem nyilvánul meg, nem visszhangzik. Nem jön vissza. A visszhang, ugye van Narcisz és Ékhó tragédiája. Narcisznak mi a tragédiája? Az a tragédiája, hogy belenéz a tükörbe, és azonosul az önképével, és beleszeret, és azt hiszi, hogy ez. És ott van Ékhó, akinek meg a hangja, a visszhangja, az az illúziója, tehát nem tud saját hangján szólni. Tehát az a visszhang, hogy visszhangot vársz mindig, az tulajdonképpen az, mintha a mulandóságot szeretnéd egy picit elsuskusolni. Az, hogy egy jótettnek, jótett helyben jót várj, vagy ne várj jót, vagy mi van, az ebben a pillanatban nem számít. Ne azért cselekedj helyesen, mert annak lesz valamikor egy megnyilvánulása, ahogy te mondod, hanem egyszerűen azért cselekedj helyesen, mert az helyes most, és kész. És akkor megszabadul, rövidre vágtad ezeket a minősítgetéseket, hogy akkor ennek mikor lesz meg a megnyilvánulása, a fizetsége, jaj, mikor lesz nekem jobb, rosszabb. Ne hozz létre egy mennyországot valahol messze, térben és időben, és poklot se. És akkor csak ez a felelősség marad, ami itt van.
semmi bizonyíték nincs rá, hogy ez itt nem egy mennyország, amit elkúrunk folyamatosan. Vagy nem. Mit szeretnél? Köszönöm. Egyszer láttam egy videóban egy kis, nagyon kis vidám kis zenmestert, és japán szotó zenmestert, és vidáman elmondta, hogy a... Volt látok gen, még egyet. Zen jazz kéz is volt. Zen jazz. És úgy kacag, hogy elmondja mosolyokkal tele, hogy tulajdonképpen az a zen, maga az ülés, az ülőmeditáció nem jó semmire. Ez így jó. És akkor tulajdonképpen miért is gyakorlunk? Miért gyakorolsz? Nem tudom. Very good, mondom, szomszázzem, ezt a nem tudomat, ezt tartsd meg gyakorlás közben, légy szíves. Akkor ezt megbeszéltük. És üdvözletem a vidám kis zenmesternek. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a minősítés az nem vihet minket előbe? Egész életemben sportoltam, és ott minket nap mint nap minősítettek. Ez jó volt, ez nem volt jó, ezt jobban kell csinálnod. Ez nem inspirálhat, hogyha valamit rosszul csinálok itt a zenben, hogy már pedig le holnap jobban fogom csinálni? A megkülönböztetés és a minősítés közti különbséget kell észrevenni, ugye, hogy visszaharapjak így a kérdésnek a farkába. Szóval a megkülönböztető tudatra szükség van, persze, hogy szükség van, hogy ugye ne a zebrán egyet, a zebrán menjünk át, és ne az autópályán. Erről Douglas Adams, már többször emlegettem, de egyik kedvencem, amikor az ember bebizonyítja, hogy azt mondja Istennek, hogy Isten mondja az embernek, hogy az én létezésem a hiten alapszik, és ezért nem vagyok hajlandó bizonygatni azt. Erre Isten, ember azt mondja Istennek, hogy de hát ezzel pont bebizonyítottad, és Isten azt mondja, hogy tényleg, és elpukkan egy logikai buborékban. És utána az ember azt mondja, hogy ez egészen egyszerűen ment, és bebizonyítja, hogy a fekete fehér, és az első zebrán elüti a kocsi, és meghal. Szóval ez a galaxis utikalus topposokban tele van ilyenekkel, és tehát nagyon, mindig a megkülönböztető tudatnál ez jut eszem, hogy fontos ez, hogy meg tudjuk különböztetni a dolgokat, de a minősítés az sokszor ezen tovább megy, és akadályá válik. Mit mondjuk, hogy ez a kurva ég már megint felhős. Ennek mi a funkciója? Semmiféle funkciója nincs, valamifélét kivetítettem az égre, és nem segítette az irányvételemet. Az, hogy sportban azt mondják, hogy igen, akkor erre fuss, ennyi idő alatt, ha lehet, és akkor megvan, hogy merre fel, itt is megvan, hogy 50 percet ülünk, ugye? Tehát kellenek a keretek, kellenek a formák, de ne ragadjunk bele a formákba, mint az az ifjú hölgy még réges-régen, amikor Demszky Gábor volt a főpolgármester, és futott a metró után, és az orra előtt összecsukódott a metróajtó, és azt mondta, hogy kurva Demszky. És ennyit látott a minősítő tudata az egészből, holott annyi történt, ugye, hogy nem érte el a metrót. És megnehezítjük általában az életünket azzal, hogyha ráteszünk mindenféle részre. Megnehezítjük, néha egészen szórakoztatóvá is tesszük, ugye? Tehát valamit kell tegyünk az életbe, ezért testünk szépen a kígyónak lábakat, stb. Ezt néha el is viseli a világ, egy ponton túl viszont nem. És ha elkezdjük ezeket a ragaszkodásokat meglátni, elkezdjük leépíteni, akkor ez szisztematikusan, hogyha ezeket meglátjuk, akkor elkezdjük visszavonni ezekből az energiát mondjuk a gyakorlat közben, mert rájövünk, hogy
úgymond a csend sokszor produktívabb, mint a zaj. És ezt is csak azért csináljuk, hogy amikor nagy a zaj, akkor tudjunk mihez nyúlni, amit a csendben már megtapasztaltunk, mint jelet. És a minősítés és a megkülönböztetés között is körülbelül ez lehet a különbség. Köszönöm. Mit jelent az, hogy nem szenvedést tapasztalsz, hanem elszenveded a tapasztalásodat? Mi a szenvedés? Amivel azonosulunk. Akkor meg is válaszoltad a kérdést. De hogy egy kicsit kifejtve azért. Egyszer volt, hol nem volt. Hát a szenvedés az már egy belső válasz. Tehát az, hogy lábadra esett egy fél tégla, az fáj. De ez még nem szenvedés. A szenvedés az az, amit te teremtesz már belőle, hogy jaj, hogy lábam esett a tégla, és egyébként is akartam menni focizni, vagy valami, és akkor ebből sokkal nagyobbat tudunk előre is, tehát még amikor a tégla még a levegőben sokszor, akkor elkezdünk szenvedni, hogy ha lábunkba fog esni, akkor az milyen rossz lesz. Most az téglával nem működik, de másra tudjuk, hogy igen. Hogy jaj, milyen lesz, amikor majd, hogyha amikor, mit tudom én, egész úton hazafelé azon gondolkodám, hogyan fogom szólítani, rég nem látott anyám, erről szól ez a vers is. Hogy, és abban a pillanatban ugye lefagy a kőtő. Tehát, hogy a szenvedést előre megteremted magadnak, vagy utólag megteremted magadnak, és ezzel pontosan abban a pillanatban, amikor az valami, ami a szenvedést úgymond kiváltja, vagy nem váltja, történik, és tudnál rá válaszolni, akkor nem tudsz, azért, mert elvesztél a múltban, meg a jövőben. Ez például a harcművészetekben nagyon gyorsan kijön, hogy el tudsz hajolni, vagy nem tudsz elhajolni a boxban például. Azért kapcsolódik sokszor ez a gyakorlat, meg a jelenlét így a harcművészetekben, mert mind pszichikailag, mind lelkileg, mind fizikailag ott nehezebb suskusolni, amikor egy valós helyzet van. Mert általában szeretünk suskusolni, mert általában nem harci helyzet van, tehát nem éles a helyzet, és akkor bármit tudunk magunknak hazudni, és bármit tudunk veszíteni. És általában rászokunk ugye jó dolgunkban itt ebben a világban, mert nagyon jó dolgunk van sok előző évhez képest, hogy hát ugye, hogy kutya is jó dolgában vész meg, hogyha éppen nincs semmi bajunk, akkor csinálunk. És ez a szenvedés. Nem az, hogy valami fáj, az vagy fáj, vagy nem fáj. Az még nem szenvedés. Szenvedés az a te felelősséged, a te gyártmányod, te teremtményed, és éppen ezért a te kompetenciád, hogy ezt, mint olyat megszüntesd. Mi a különbség egy zenmester és egy dharmamester között tudatilag? Tudatilag nem tudom, én nem vagyok zenmester. Majd, ha zenmester leszek, akkor kérdez meg. Ezek ilyen rangok tulajdonképpen, amit adnak. Tehát a zenmester avathat dharmamestert, de a dharmamester nem avathat zenmestert, vagy dharmamestert. Nagyjából ennyi. Igen, és mondjuk a dharmamesternek hosszan kell menni az összes koanon, vagy? Hát próbáld ki, menj végig az összesen, lám mi lesz. Az, hogy hány koanon megyünk végig, hány koanon nem megyünk végig, ez egy sokszor jó időbe telik, még észrevesszük, hogy a koanok azok nem ilyen felvételi tesztek, illetve olyan felvételi tesztek, ahol a belépő az maga az élethelyzetek. Tehát, hogyha csalunk, vagy próbáljunk átmenni annélkül, hogy annak egy mögöttes energetikáját felfognánk, megéreznénk, akkor
akkor nem fogjuk tudni használni. Tehát a koanokat úgy kell felfogni, mint ezek a finom hangolás, hogy van a kezünkben egy eszközrendszer, gyakorlat, vannak mantrák, amik különböző energetikai, érzelmi élethelyzetekre használhatók, van ülő meditáció, van leborulás, és van a koan, ezt az egészet valahogy így próbálja olajozni, és az egészet próbál harmonizálni, hogy érezzük, hogy tudjuk egyáltalán valamelyest megnézni, hogy ez az egész hogyan működik, annélkül, hogy megtudnánk, hogy hogyan működik. Ugye a paradoxonok itt csúcsosodnak a koanokban, de nagyon gyorsan észrevesszük azt, hogy a koanok azok nem ördögtől vagy Istentől valók, hanem mi hozzuk létre pillanatról pillanatra ezeket a koanokat, és úgy hozzuk létre legtöbbször ezeket a koanokat, hogy észre sem vesszük. És annyiszor megyünk vissza egy koan interjún egy koannál, ahányszor, vagy még többször megyünk sokszor kinn az életben egy ugyanolyan helyzethez, amit ugyanaz csak pepitálva, csak nem vesszük észre. Csak utólag, hogy Már megint ugyanez a helyzet, már megint elhagyott, már megint így hagyott el, már megint ez történt, stb. És akkor talán általuk majd tudunk egy ilyen, hogy is mondjam, a teret egy picit jobban be tudjuk lakni. Hát azt a hasonlatot szoktam mondani, hogy amikor egy sorozatgyilkos bejön a kocsma ajtón, akkor azt idejében észre kell venni, hogy a másik ajtón kimenjünk, hogyha az van. És ezt Sadhguru mondja egyébként, hogy ezt egy kutya tudja, egy kutya képes erre, hogy itt van egy teremben, és ha bejön egy olyan ember, akinek az energetikája nem megfelelő, azonnal észreveszi. Csak mi nagyon-nagyon sokat mellébeszélünk általában, és ezt a mellébeszélést, na ez suvickolja a koan. És az úgy suvickolja, hogy egy kicsit mégis legyen kíméletesebb, hogy ne szenvedjünk annyit, mint hogyha erre kint kellene rádöbbennünk az életben. És az, hogy hány koanon mentél, vagy nem mentél át, az nem számít. Az számít, hogy hogyan fordulsz oda, milyen energiát teszel a gyakorlatba, és ezzel mit kezdesz az egésszel. Nagyon fontos az, hogy mi a vívő energiája a gyakorlatunknak. Mert ugye, hogy olvashatjuk, ha kígyó vizet iszik, abból méreg lesz, ha tehén vizet iszik, abból tej lesz. Azaz, hogyha valaki nem látja át magát, és valaki folyamatosan mondjuk egy erőszakos élethelyzetet táplál magában, akkor az ne legyen sikeres. Mert az attól még lehet erős, csak akkor ezt fogja terjeszteni. Tehát amíg belül nem tisztultunk le, addig mi ne akarjunk a világnak segíteni, mert azt fogjuk terjeszteni, azt a minőséget, ami még nem tisztult le, és attól csak szenvedést fogunk általában terjeszteni a világban. Magunknak is szenvedést okozunk, és másoknak is. Tehát ne azt nézzük, hogy hány koanon mentünk át, hanem azt, hogy mennyire tisztítottuk le átra, milyen minőséget tudunk belül létrehozni, amit aztán utána kívül is együttérzésen, helyes cselekedeten, helyes szituáció felmérésen, helyes kapcsolatokon, helyes együttérzésen keresztül meg is tudunk nyilvánítani. Én kívánom mindenkinek, hogy érje ezt el, érjük el együtt a felébredést, és segítsünk minden érző lénynek elérni a felébredést. Köszönöm szépen!